A Need for Speed után újabb nagy címet próbálhatnak ki elsőként az Xbox One konzolokon elérhető EA Access előfizetői. Ők már november 12-én egy héttel a megjelenés előtt letölthetik a Star Wars Battlefrontot. Az előfizetők a szoftver összes funkciójához hozzáférnek majd, az egyetlen korlátozás a játékidő mennyiségét érinti, hiszen csak 10 órát lehet eltölteni a virtuális harcmezőn. A Take-Two mindenféle magyarázat nélkül 2016. május 3-ára csúsztatta az eredetileg februárra tervezett Battleborn megjelenését. A Gearbox által fejlesztett MOBA elemekkel átszőtt kooperatív FPS zárt technikai tesztje jelenleg is tart, de az ígértek szerint a nyílt próbakörre sem kell már sokat várni, mely elsőként PlayStation 4-en rajtol el egyelőre ismeretlen időpontban. A Blizzard megerősítette, hogy az eddig PC exkluzívként hirdetett csapatalapú online lövölde, az Overwatch PlayStation 4-en és Xbox One-on is megjelenik majd. A játék végül Overwatch Origins Edition névvel kerül majd a boltok polcaira, és ugyan a Blizzard pontos premier dátummal még nem szolgált, de 2016 tavaszát jelölte meg lehetséges megjelenési időszakként. Ne feledjétek, hogy oldalunkon már olvashatók első benyomásaink a Call of Duty Black Ops 3-ról, valamint elérhető a kint tesztje is. Ez volt a november 6-ai Daily Fix, én Szilvi voltam, kövessétek továbbra is az IGN-t!